kellünk arra figyelni, hogy vigyázzanak magukra, különösen a gyerekekre. És természetesen, hogy nagyon megindulna az éjszakadás. Itt van a Városháza kapuja is, itt velem szemben is a kapuja, úgyhogy vonuljanak be, és tényleg vigyázzanak magukra. Azért még Kalapásoltot megkérdezem, hogy ő miben reménykedik ezzel a versennyel kapcsolatban, hogy gyönyörű óperát találtak itt a dobogot, tehát én az időjárás kevésbé szép. Én azt gondolom, hogy ha ezt nem tetszene, akkor inkább elmenni. Szeretek ilyen körülmények között? Oh.
Aha. Kalapács Zsolt és Kalapács Kornél közben már az Opel Kadett itt a dobogón, akik a magyar bajnok értékelés második helyén zártak. Volt nektek ez a hétvége, mert itt azért sok mindenkinek alaposan megnehezítette az életét, sőt, mindenkinek nyilvánvalóan az időjárás, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy mennyire extra kihívást jelent ezekkel az autókkal teljesíteni egy ilyen versenyt. Hát nehéz volt nekünk is, a pénteki eső, ugyan számítottunk rá, de nem a kedvencem, de jól megoldottuk, és utána leosztottuk, amit akkor kiautóztunk, le tudtuk osztani a mai napra, és itt vagyunk most. Szóval a tegnapi nap az óvatosságról szólt alapvetően? Abszolút, abszolút. Azt túl kellett élni, azt a vihart, nem volt egyszerű.